Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, Kárpáti Sarolta professzorasszony, akinek az előadása Történetek a hólyagokról. Hát egy nagyon irodalmi előadás, úgy a cím alapján a történetekre, ha gondolok, de aztán megfejtettem, mert az akadémiai doktori disszertációjának címe autoimmun hólyagos bőrbetegségek, tehát a hólyagok itt visszatérnek, bőrgyógyászatról lesz szó. A professzorasszony 1994 óta dolgozik a klinikán, és ha jól mondom az adatokat, 2004 és 2016 között volt a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kórtani és bőronkológiai klinikájának az igazgatója. A pályáját nemzetközi kapcsolatokkal is erősítette és alapozta, hiszen a Müncheni bőrklinikán dolgozott, illetve az NIH-ban tartósan, ezen kívül Bécsben, Varsóban. Tehát nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel indult a klinika irányításának, ahol 10 PhD hallgató nevelt, ez azt jelenti, hogy a tudós képzésbe is aktívan részt vett. De én most már tovább nem sorolom kitüntetéseit és sikereit a pályán, inkább hallgassuk meg őt. Professzor asszony, tiszteletre kérem, tartsa meg az előadását. Nagyon szépen köszönöm professzor úrnak ezt a kedves meghívást, nagyon meg vagyok tisztelve, különösen, hogy ilyen népes hallgatóság gyűlik össze így hétfőként. És hát ez olyan kevert előadás lesz, kicsit történeti, kicsit tudományos, a területemről, a bőrbetegségekről. Hát miután a hólyagokról lesz szó, azért a hólyagképződést egészen röviden szeretném összefoglalni. A kék vonal, ott a rózsaszín alatt az a bazális membrán, fölötte van a bőr hámja, az epidermis, és vannak intraepidermális hólyagok egészen magasan, aztán vannak lejjebb elhelyezkedő intraepidermális hólyagok, aztán vannak a bazál membrán mentén elhelyezkedő szubepidermálisan elhelyezkedő hólyagok. Talán ennyit szerettem volna összességében bevezetőnek elmondani a bőrgyógyászatból, de én a Henpál kórházba kezdtem a klinikai tapasztalatokat gyűjteni a gyerekbőrgyógyászatban, Török Éva professzorasszonynál, ahol 76-tól dolgoztam 1988-ig, és ez egy nagyon komoly szakmai tapasztalat volt. Ha belegondolok, átlagosan 6 óra alatt olyan 60-80 beteget láttunk, de volt úgy, hogy 100 beteget, és a legtöbb betegszám az 100 fölött volt, 106 vagy 104, ha jól emlékszem. Ugye két asszisztensnő volt, és nagyon rövidített volt az adminisztráció, gyors volt az ellátás, és hatalmas a betegforgalom. Nagyon sok hólyagos beteget láttunk, autoimmun hólyagos beteget. Dermatitis herpetiformisból addig, amíg én ott voltam, hát körülbelül 200 beteg került látókörünkbe, de ezen kívül gyerekkori bullózus pemfigoid, lineáris síkjel dermatózis, akvirált epidermolízis bulóza. Tehát számos gyerekbeteg alakult, illetve ki nem nagyon volt akkor még a bizonyos fogalmaknak az elkülönítése egymástól, nem lehetett definiálni őket, és a diagnózishoz mindenképpen kellett a hólyagos bőrbetegségeknek egy diagnosztikáját megalapítani, és így kerültem ki Lengyelországba, ahol Lengyelországban zajlott éppen a lengyel forradalom Lech Walesa vezetésével, és a Varsóban a Solidarnosznak a szomszédságában laktam, és sok minden érdekességben volt részem, nagyon jó barátokat szereztem, akik segítettek élelmiszerhez jutni, láttam többek között Karol Vojty a színdarabját Krakkóban, és az az idő, amit töltöttem Stefánia Jablonska professzorasszony Varsói klinikáján, ami akkoriban a hólyagok nemzetközi központja volt,
hát mind szakmailag, mind pedig technikailag rengeteget segített nekem. Ő eredetileg autoradiográfiába akart engem valamibe beállítani ennyi időre, lupuszos betegek limfocitáira, de a gyerekbetegek miatt az szerettem volna az autoimmun hólyagos betegségeknek a diagnosztikáját megtanulni, és ez egy kiváló labor volt, ahol van jártam. A nyelvet is el tudtam sajátani, fiatal volt a munkacsoport benne, és nagyon sok olyan módszert találtam, sajnos a lengyel nyelvet elfelejtettem, és nagyon sok barátom maradt Lengyelországban, azóta is a Varsói Bőrgyógyászati Társulatnak vagyok a tagja. A módszer, amit megtanultam, az immunfluoreszcens módszer, az a bőrben és a keringésben lévő ellenanyagokat tudta detektálni. Ugye a dezmoszomális antigéneket, akkor ezek még nem voltak ismertek a pertigusban, az viszonylag ritka volt gyerekkorban. Azok a keratinociták felszínén a dezmoszomát mentén kötődtek, pemfigoid csoport, ahol a IgG vagy IgA ellenanyagok a bazálmembrán mentén kötődtek, a bazálmembránnak a nem hemidezmoszomális autóellenanyagai, amik az évek évtizedek alatt kerültek felismerésre, de a dermatitis herpetiformissal volt egy kis probléma. Én megtanultam a direkt TF-et, ugyanoda kötődött az ellenanyag, ahol a bőrben natívan ki lehetett mutatni az IgG-t, vagy az IgA-t. De dermatitis herpetiformisban az épp bőrhöz, vagy a majomnyelőcsőhöz, mi majomnyelőcsővel dolgoztunk Lengyelországban, soha nem kötődött semmi a dermális papillák csúcsához. Ez megmaradt egy ilyen furcsa, különös betegségnek, amiből nekünk a legtöbb volt a Hegypál kórházban. Nagyon érdekes volt ezeknek a módszereknek a beállítása. Ugye a Hegypál kórházhoz közel volt a országos közegészségügyi intézet, az OKI, akkor még úgy hívták, ahol így a influenza időszak idején majmot vágtak, tehát cerkóf majmoknak a vesélyén tenyésztették a vírusos influenzának a vírus, az influenza vírusokat. És így aztán könnyen hozzá lehetett évente egy vagy két alkalommal majomnyelőcsőhöz jutni, ami a hám struktúráját tekintve és az antigenitását tekintve nagyon hasonlított magához a bőrhöz. És itt vettem észre, hogy a dermatitis herpetiformiszos betegeknek van egy fura kötődése a sima izom mentén. Ugye sok betegünk volt, elég sok volt a kezeletlen, akkor még nem volt ismert, akkor kezdődött kialakulni a cöliákiához való társulása, de beállítottam a kettős DNS ellenes ellenanyagokat, egy baktérium tenyészeten a Clitidia luciliét, és egy ilyen SNRNP-t tartalmazó extraktábilis nukleáris ellenanyag vizsgálatot, amihez borjú tímuszra volt szükségem, és a Haller utcai vágóhídon be is ígértek nekem egy ilyen borjú tímuszt valamikor, ez ritka volt, maga a borjú hús is, de sajnos kóser vágás volt, tehát egy olyan 10-15 ilyen nyakban kivéreztetett, hát borjút kellett végig vágjak, de végül is megszereztem ezt a borjú tímuszt is, úgyhogy ez a gélprecipitációs, könyökprecipitációs módszer is beállításra került. Sok gyereket gondoztunk, mint említettem, dermatitis herpetiformiszhoz, és azért meg tudtuk állapítani a háttérben a cöliákiát és a bőrtüneteket. A bőrtünetek polimorfak voltak, purpurák voltak az ujjon, voltak hólyagok, és volt ez a fura IgA csapadék a hámban, a hám alatt, a papilláris dermiszben, de mint mondtam, a keringő ellenanyag soha nem kötődött ide, és azon kívül nagyon élénk vaszkuláris festődés is felfeltűnt ebben a régióban. Ahogy nekem megtanították Varsóban, ha van egy patológia, egy bélpatológia, akkor elkezdtem tulajdonképpen vizsgálni az a bélpatológiát, vizsgáltam immunfluoreszcenciával a majomnak a belét, és megállapítottam, hogy a majom bélhez bizony kötődik ezeknek a betegeknek az ellenanyaga. Itt most nem lehet látni egészen, mert eltakarják a kollégák, meg a saját képen, azt nem tudom kiszedni, de egy ilyen jellegzetes IgA fluoreszcencia
tűnt föl a bazális membrán alatt, és ezért elkezdtem vizsgálni a bélben lévő IgA csapadékot is, úgy, ahogy a bőrben tanultam, és bizony a bélben is kimutatható volt ez az IgA csapadék. Tehát ezek leírásra kerültek nagyon neves nemzetközi lapokban, egy ilyen tubuláris, lineális IgA csapadék a bélben, és a betegeknek a szérumában egy keringő ellenanyag is kimutatható volt. Közben a varsói csoport leközölte az endomízium ellenanyagot, ami a majomnyelőcsőben a dermatitis herpetiformisos és a cöliákiás betegeknek a savójában volt kimutatható, de ez nyelőcsőhöz kötődő ellenanyag volt. Nem sokból állott a majomnyelőcsőben bevezetni az endomízium ellenanyagot, és egy azóta nagyon neves tanítványunk volt a gasztroenterológiából, Korponai Szabó Ilma, aki aztán tovább vitte az endomízium ellenanyagoknak, az volt az első specifikus diagnosztika cöliákiára a vizsgálatát a Heinpál kórházban. Ez egy PhD fokozatot hozott nekem, de továbbra se tudtam megnyugodni abban, hogy mi az az endomízium ellenanyag, és mik ezek a vékonybél elleni ellenanyagok, és tulajdonképpen hova kötődnek ezek az IgA és IgG ellenanyagok, amiket ott már a patológián én rutinszerűen tudtam vizsgálni, metszettem a gyerekeknek a bőrmintáját, megfestettem őket, és kategorizálni tudtuk a különböző autoimmun hólyagos megbetegedéseket. És erre a témára kaptam egy Humboldt ösztöndíjat Münchenbe, ahol Braun-Farkó professzor úr, és hát egy nagyon jó barátom, Thomas Krieg professzor úr, hát vezetgették ott az utamat. És ha megnézik itt, ezeket talán lehet látni, ezeket az immunkomplexeket, amiket dermatitis herpetiformisban írtam le, mint DH-testecskéket, és olyan immunkomplex struktúrájuk volt. Miután a Müncheni LMU bőrklinikáján peroxidázzal vizsgálták az immunglobulinoknak a kötődését, ezt a csapadékot egy ugyanilyen festődésű peroxidázzal nem lehetett kimutatni, tehát beállítottuk a direkt és indirekt immunaranyjelölést, levezetésre került Münchenbe, és nagyon sok publikáció született, lineáris IgA, pemfigoid vagy betegség, pemfigoid gestacionisban, epidermolízis bóróza akvizitában, és ugye magában a dermatitis herpetiformisban, illetve sikerült az endomízium ellenanyagot és a vékony bélben az IgA lokalizációt is azonosítani. És egy kultúrával is ki tudtam mutatni. Tehát igazolódott az, hogyha az indirekt IF igaz dermatitis herpetiformisban, és az egy cöliákiához kötődő ellenanyag a bélben, akkor igaznak kell lenni cöliákiába is, és ezzel egy 3 napos engedményt kaptam, és Bázelbe kiutazhattam, ahol megvizsgáltam egy csomó, nagyon sok cöliákiás beteget a bázeli gyerekklinikán, és megállapítottuk, hogy ezeknek a gyerekeknek bizony van IgA-hoz kötő, vagy a vékonybélhez kötődő IgA ellenanyaguk, és amikor az endomízium, a nyelőcső metszetek akkor már elérhetők voltak, ezeken én immunabszorbeáltattam a cöliákiás betegeknek a savóját, akkor az endomízium ellenanyag az kiolte a vékony bélhez való kötődést, de gliadinnal nem lehetett abszorbeálni ezt a majom vékony bélhez, illetve a Müncheni klinikán barátnőmtől, Cornelia Mauchtól kaptam egy olyan 20-21 hetes embriót, aminek a vékony belén detektálni lehetett a vékonybélhez kötődő autóellenanyagokat, és végül is ez lett a cöliákiának az autóellenanyaga. Ez egy Lancet cikk volt, és ez volt az egyetlen olyan cikkem, amihez soha nem érkezett kritika, erre azóta is nagyon büszke vagyok. 8 évvel később mutatták ki, hogy az endomíziumban, nagyon sajnáltam, hogy nem a vékonybél elleni ellenanyagokban, mutatták ki, hogy a transglutamináz 2 az autoantigénje a cöliákiának, és Korponai Szabó Ilma 2004-ben, tehát 14 évvel később igazolta azt, hogy a cöliákiás betegeknek, az általa gondozott cöliákiás betegeknek
a vérmintájában és a bélben is a transzglutamináz 2 az autóellenanyag. Münchenben bevezetésre kerültem, bemutatásra kerültem a nemzetközi bőrgyógyászatban is, és életre szóló kapcsolatok jöttek létre, és meghívtak visiting scientistként fogadni ösztöndíjjal az NIH-ban Münchenből. Hát itt megint három kiváló tudóssal dolgoztam együtt, Steve Katzel, akinek először küldtem meg a Heinbach Kórházból a GID cikket, a bélfluoreszenciák direkt indirekt formáiról, John Stanleyről, aki meghívott az NIH-ban, aki a Pemphigus vulgaris antigénjét klónozta abban az időben, és a feladatom annak a lokalizációja volt, és Masayuki Amagai volt az egyik legjobb ma élő bőrgyógyász kutató szerintem Japánban, akivel együtt tudtam dolgozni az NIH-ban, akkor már családosan mentünk ugyanúgy, mint Münchenbe. De nagyon sokat kellett tanulni, tehát molekuláris biológia, PCR, klónozás, fúziós proteinek, epitóp specifikus ellenanyagoknak az előállítása, és ezeknek itt is be kellett állítani, ugye, hát akkor ez már nem volt nehéz, az immunarany lokalizációt szintén egy pre-embedding technikával, és tulajdonképpen kimutattuk, hogy milyen domének elleni ellenanyagok patológiása, és hát rettene, át a család, ugye átadtam a lakásomat, a férjem akkor már hazajött, ugye a hazatelepülésre, és ugye nagyon jó formában voltam, mert a lányommal, Annával, én hetente háromszor mentünk mesterúszásra a YMCA-be, hogy kimerítsem a fölös energiáit. Egyébként judóra, meg baseballra járt, úgyhogy nagyon vicces búcsunk volt egy ilyen street jazz baléval, lamambával az NIH-ból. Minden egyes munkahelynek megvolt a maga atmoszférája, a szépsége a Heinbachban is. Ugyanakkor, mikor vissza szeretne volna menni a Heinbachba, úgy döntöttek, hogy túlképzett vagyok a gyermekbőrgyógyászati hát ellátásra, és Török Éva bemutatott Horváth Attila professzor úrnak, aki fölvett engem akkor az Országos Bőr és Nemikortani Intézetbe, és rám bízta az autoimmunhólyagos diagnosztikát, klinikumot és a gyermekbőrgyógyászati rendelésnek a beállítását. Hát bevezettük a bőrgyógyászati PhD programot a doktori iskolában, új autoantigéneket azonosítottunk paraneoplasztikus pemphigusban, IgA pemphigusban, japán kollaborációval, és hát több 13, 14 vagy 15 PhD-som volt tulajdonképpen, de érdekes módon a legnehezebb PhD-k soha nem kerültek be ebbe a bizonyos doktori adatbázisba. De a Heinbachból kaptam egy feladatot Török Éva professzor asszonytól, hogy ha már ennyire beledolgoztam magam a genetikába, meg a molekuláris genetikába, hogy legyek kedves az epidermolízis pulózával foglalkozni. Ez egy nagyon súlyos bőrbetegség csoport volt. Tehát ugye elkezdtem, amit azért az NIH-ban nem csináltam, a monogénes mutációk vizsgálatának a beállítását epidermolízis pulózával, és borzasztó érdekes volt megfigyelni ugyanazokat a molekuláknak, ugyanazon molekulák patológiáját az örökletes és az autoimmunhólyag képződésekben. Bevezettük a prenatális EB diagnosztikát és egyéb súlyos örökletes bőrbetegségek prenatális diagnosztikáját, és hát a tulajdonképpen ugyanazokat a géneket analizáltuk a bazálmembrán mentén és egyéb lokalizációkban, epidermolízis burózában is. És ugye hát itt kollaborációban a New York Columbia University, a Cserhalmi Péter ment, és sajnos ő kint maradt, ő végezte a világon az első preimplantációs vizsgálatot epidermolízis bullózában eredményesen, tehát tulajdonképpen egy sejtes genetikai vizsgálatot a megtermékenített hát petesejtben, illetve ivarsejtben. Illetve megtermékenyített betasejtben, de számos közös publikációnk is megjelent. Utána európai, a Léna Bruckner-Prudemann professzor asszonyal most is jó kollaborációnk volt, ahol Medvec Márta jelenleg docens, genetikus és bőrgyógyász szakorvos a bőrklinikán,
indította el és folytatta a különböző örökletes megbetegedéseknek a vizsgálatát, és volt egy nagyon különös PhD hallgatón, Sárdi Miklós igazgató úr, a klinikának a professzora. Hát olyan 10-12 órákat képes volt dolgozni a klinikán, de volt, hogy annál is többet. Teljesen mindegy, hogy klinikum vagy kutatás volt, és ő volt az, aki a Kölni Egyetemmel, ahova Thomas Krieg került, ő a transglutaminázokkal foglalkozott, és a Perfigus vulgaris és a Perfigus foliaceus analógiájára gondolkodván a cöliákiáról és a dermatitis herpetiformisról, hogy hát ha van egy olyan antigén, ugye tudjuk, hogy a Pemphigus vulgaris és a Pemphigus desmoglein 1-jel, a Pemphigus foliaceus az autoantigénje, a Pemphigus vulgarisnak a desmoglein 3 a legfontosabb autoantigénje, hogy hát ha van egy olyan transglutamináz, ami az egyik a bőrt érinti, a másik pedig a belet. És így ezzel a feladattal ment ki igazgató úr Kölnbe, és igenis megállapította, hogy a dermatitis herpetiformisnak az autoantigénje epidermális transglutamináz, és tulajdonképpen ezt az ott lévő pozitív, tehát pozitív szerológiát mutató dermatitis herpetiformisos betegeknek a vérmintájából tudta kimutatni, és ugye beállított egy azóta is az immunológiai forgalomban lévő ELISA technikát, amiből patentet kapott egy kicsikét a bőrklinika, és itt a Semmelweisen, hát ő szerintem alig valamit, és a Kölni Egyetem, tehát azóta is forgalomban van ez a transglutamináz 3 ELISA. Hát megkaptam az igazgatói pozíciót a bőrgyógyászatban, és rá egy fél évre, hát a rapszódia szót azért választottam, ugye én az Országos Bőr és Nemi Kórtani Intézetbe kerültem alkalmazni, na ezt az egy intézetet bezárták, hogy miért pont ezt, amikor ez egy országos STD centrum volt, ezt mind a mai napig nem tudom hát fölfogni és földolgozni. De hát most ugye akkor mi legyen? 50 embernek a bérkeretét vonták meg, a itt működő personálunióban együttműködő Országos Bőr és Nemi Kórtani hát intézettel, és ugye akkor egy kis mellékvágányra került az autoimmun hólyagos, de már akkor a tanítványok vitték tovább, de akkor az EADV-nek a csúcsvezetőségében volt, amelyek az Európai Bőrgyógyászati és Venerológiai társul a csúcsvezetőségből, ahol nagyon jó barátom volt, és pénztárosa volt egyébként az EADV-nek, Jorgen Rönnevig Norvégiából, akivel együtt hát beadtuk a norvég alapok pályázatot, hogy legalább a klinikát meg tudjuk újítani, és hát valóban új STD, új allergológiai laboratórium, itt vannak az 1775-ből származó csövek, amiket szintén soron kívül ki kellett, és az 1720-as évekből származó ágyak. Hát ez egy oktatási pályázat volt, amit el tudtunk nyerni, új lézer- és kozmetológiai centrum is kialakult, és hát itt megemlíteném az akkori norvég nagykövet asszonynak, Sirjelen Stettnernek a nevét, aki hát rendszeresen ellenőrizte ezt a felújítást, amit egyébként nem az egyetem nyert meg, hanem a NÉKÁM alapítvány, minden egyetemi pályázatot visszavonulták velem, de a NÉKÁM alapítvány nyert a pályázaton egy évvel később. Cserébe egy új oktatást és PhD képzést kellett kialakítani, egy molekuláris és metabolikus toxikológiát, asszisztens képzést, mert a gondozónői képzés is megszűnt. Egyébként ebben az időben rengeteg kapcsolatot alakítottam ki, a Anonim AIDS Bizottsággal, a Prostituáltak Szövetségével. Tehát nagyon sok, az Anonim AIDS sokáig ott is rendelt nálunk a bőrklinikán, tehát valahogy sikerült, de teljesen helyreállítani az országos nemi beteg gondozást tulajdonképpen nem lehetett. Ez a Pázmány Péter Egyetemen a bioinformatikai karon megalapított képzésnek a célja az volt, hogy olyan informatikával, bioinformatikával, mert az egész egyetem ott oktatott, hát járatos emberek, kicsit járatos emberek kerüljenek a bőrklinikára, PhD iskolába is,
akik majd foglalkoznak velünk, és ez az oktatás aztán átment egy őssejtkutatásba a Pázmányon. Nagyon sok konferenciára mentünk, és a Heinpál kórháztól kezdve, ugye ez a kerékpározás, ez mindig megmaradt, Helsinkitől Kiotóig a fiatalokkal nagyon szívesen, itt a Szalai főorvosasszonnyal, Heinpál kórházból kerékpároztuk végig ezeket a különböző meetingeket, és hát nagy megtiszteltetés volt, hogy az Európai Bőrgyógyászati Kutatótársaság vezetőségi tagjaként elnyertük elsőként, azóta még nem volt ilyen, de remélem, hogy lesz, az egyetemmel megszervezett bőrgyógyászati éves bőrgyógyászati kutató ülést. Úgyhogy akkor választottak be a Német Tudományos Akadémia Leopoldina tagjává. 2012 és 15 között az örökletes bőrbetegségeknek már egy nemzetközi ritka betegség központjai lettünk, azóta újabb genetikai laboratóriumok is kiválóan végzik ezeket a genetikai vizsgálatot, és ugye egy új genetikai laboratóriumot sikerült még 2015-ben létrehozni, két kiváló ember hát jelentkezett valahogy, tűnt fel a látóhatáron, Maier Balázs és Németh Krisztián. Krisztián az én PhD hallgatóm volt, és őssejtkutatással foglalkozott az NIH-ban. És hát tulajdonképpen tovább zajlott a transzglutaminázoknak a vizsgálata, 2016-ban Sárdi Miklós átvette a bőrgyógyászati klinikának a vezetését, és ugye ezek autoimmun hólyagokban mutációkat, autoimmun hólyagos mutációkban is le lehetett örökletes, és autoimmun mutációkban is le lehetett hát írni, és tulajdonképpen a TG3KO mice-ban egy új barrierdefektust tudtunk leírni a klinikában, szintén a környékkel együttműködésben, és azóta a fésülhetetlen hajszindróma is leírásra került, de biztos vagyok benne, hogy a TG3 mutációkat az idősebb korban, felnőtt korban kialakuló kontaktdermatitiszes betegcsoport bizonyos csoportjai között azonosítani lehet majd. De vizsgáltunk transzglutamináz egy mutációkat is súlyos ichtiózisokban. Itt a két fiatal görög Anna, aki végül rátette a pontot, mert a TG3 immunkomplexeket tudta kimutatni dermatitis herpetiformisban, tehát ez egy immunkomplex betegség, ahol az immunkomplexek, ha nagyon sok az antigén, vagy nagyon sok az ellenanyag, akkor nem jelentkeznek. Tehát kell egy egyensúly, hogy kialakuljon a keringő transzglutamináz ellenanyagok és az antigének között, és ezeket mutatta ki Anna, Görög Anna, aki azóta is ilyen témában foglalkozik, de már osztályvezető, és ugye itt pedig Bognár Péter, aki, ők ilyen nemzetközi díjakat is kaptak ezért, egy új barrier defektust tudott kimutatni a bőrpatológiában, ezzel az egér vizsgálataival, TG3-mal. Itt bemutatnám egy peeling skin szindrómát, ami ugye a transzglutamináz 5 mutáció, és itt pedig egy keratin mutáció epidermolízis bulózában. Ezek az enyhe formák voltak, de ugye az autoszomális domináns és recesszív hát epidermolízis bulózákban nagyon súlyos és egyéb megbetegedésekben szövődményeket lehetett látni. Ugye ez egy 20-as évek közepéig gondozott, majd exitált, fiatal nőbetegünk volt, gyerekkora óta gondoztuk, spinocelluláris karcinoma, amiloidózis, vesje elégtelenségben exitált. De ha itt megnézzük, akkor az volt az érdekes az örökletes és az autoimmun folyamatokban, hogy ugye az autoimmun folyamatokban keresztreakciók alakultak ki a target autoimmunok betegségek között, mint dermatitis herpetiformisban, neuropátiák, bőrbetegségek és celiákia. Itt pedig ugye ezek a gének mindig különböző átírások voltak. Hú, én azt hiszem, hogy ja, még tudok beszélni. Tehát, hogy ahogy ezek a különböző szervekben ugyan némák maradtak, de bizonyos splice site-ok, egy desmoplakin, vagy egy desmoszomális antigén, az átíródott a szívben is,
de nem ugyanaz a szakasza. Tehát ezek a különböző splice variánsok, amik megjelentek az izomban, a szívben, vagy egyéb területeken, ezek, ha a splice mutációk, a splice variánsok tartalmazták az adott mutációt, akkor a bőrtünetek mellett nagyon súlyos kardiomiopátia, progresszív izomsorvadás, respiratórikus, intersticiális fibrózis, nefrózis, primér laringeális sztenózis. Itt ugye nem csak a desmosomális antigénekről, hanem bazális membránproteinekről, amik hemidesmoszomális vagy nem hemidesmoszomális, fokális adhéziókról, integrinekről is beszélünk. Ezeknek a nagy skáláját vizsgáljuk itt a klinikán is. És tulajdonképpen ezek egy kicsit segítettek nekünk, hogy milyen egyéb társbetegségek vannak. Könnyebben lehetett ezeket a mutációkat azonosítani ilyen körülmények között. Tehát bőrbetegségek, fényérzékenység, neonatális fogak, tehát bizonyos névuszoknak, szokatlan névuszoknak a megjelenése, az epidermolízis bulóza, a hólyagos tünetek mellett segítettek a klinikai diagnózisban, amit tudtunk immunfluoreszcens epidermális antigénmappinggel azután szintén azonosítani, és itt a laborban, vagy kollaborációban, központokban tudtunk azonosítani. Ugye bizonyos betegeink egy életet töltöttek nagyon nehezen mutációban, de egy betegségcsoportot szeretnék azért bemutatni, a Herlitz típusú letális epidermolízis bulózát, mert nagyon komoly problémát jelentett nekünk, ha megtudtuk, hogy Magyarország egy bizonyos részéről, egy bizonyos falu környékéről jelentettek epidermolízis bulózát újszülött korban, akkor a labornak görcsbe rándult a gyomra, mert 15 év alatt 13 letális kimenetelű súlyos újszülöttkori recesszív epidermolízis bullózát referáltak. Ezek közül 5 esetnek a mintája került genetikai vizsgálatra, eddig tudtunk epitóp mappinget is, tehát magát a gyereket is felhozták mentővel. Tehát a laminin 333B3-as génjében egy mutációt valósítani, de nem tudtuk a mutációt azonosítani. Kiküldtük új generációs szekvenálástól kezdve USA-ba, Németországra, London, RB genetikai központokba, de nem tudtuk. Kiszálltunk a helyszínre, számos tünetmentes lakostól vettünk vérmintát a faluból, a környéken, már akik kérték és vállalták ezt a genetikai vizsgálatot. És a genetikai labor jelen vezetője szintén az NIH-ban képzett, azt hiszem 5 évet volt az NIH-ban, szintén Mezei Éva laboratóriumában mutatta ki ezt a szokatlan intoromiális mutációt a CDNA-jában, a LAMB3-nak, és ez egy nem konvenciális splice-like mutáció volt, és mind a perifériás génben, mind pedig a patológiás konzekvenciákat a bőrminta szekvenciában is meg tudta erősíteni, és egy nagyon érdekes vizsgálatot végzett el az Y-kromoszómával, az igazságügyi intézettel együttműködésben, ahol ilyen SNP mintázattal és bizonyos haplotípus konstrukciók vizsgálatával nagyon érdekes megfigyelést tette. Tehát mi a családfát fölállítottuk már régen a fiatalok segítségével, tehát a 13 EB újszülött 8 családból, nevezzük őt most AB családból, szülők tünetmentesek voltak. Az 1-es 10-es beteg az 1-5-ös család falujából érkezett, tehát AB faluból, bocsánat. És a 12. beteg a B faluban, a 11. beteg egy környező városban volt, és ezek mind a 13-17-es kor, 12-es, 7-7-es korukban exitáltak, és 5 beteg a vizsgálataink alapján, ugye tőlük kaptunk genetikai mintát, homozigóta volt a mutációra. Ez egy rendkívül magas konszangvinitást mutató roma família rendszer volt,
amit nehéz volt föltérképezni is, és itt látszanak az öt eset, akitől megkaptuk, és a feltérképezett esetek, ez egy hangmutáció volt, és a vizsgált közösségben több mint 30 betegben tudtuk, 64 betegből több mint 30-nál tudtuk kimutatni, itt Észak-Kelet-Magyarországban ezt a Founder mutációt, és az igazságügyi intézettel együtt több roma genetikai vérmintát tudtunk azonosítani, és összesen hát több mint 300 mintát vizsgáltunk le szűrővizsgálattal az igazságügyi intézet etikai jóváhagyásával, illetve a ott rendelkezésre álló etikai jóváhagyásból, és ott nem tudtuk kimutatni. De ami még fontosabb volt, hogy három európai családból azonosítottak SMP-t, introniális SMP-ket, és az irodalmat visszakeresve fölkerestük ezeket a letális kimeneteleket, ahol a publikációból azonosítottuk ezt az SMP-t, illetve Balázs, és tulajdonképpen azonosítani tudtunk egy újszülöttet Németországban, illetve ők ott a megkeresésünkre, egyet Olaszországban, és egy homozigóta újszülöttet Franciaországban, akik az életüket vesztették, és nem tudták kimutatni a mutációt, és ezek közül csak a francia család számára volt ismert a roma háttér. Viszont a haplotipizálás megerősítette a genetikai kapcsolatot a látszólag független magyar, német és olasz esetek között, de nem tudta a közös genetikai hátteret igazolni a francia, egyébként roma származású leánygyerekben. Na hát ezekkel a különböző haplotípus vizsgálatokkal a Balázs és az igazságügyi intézet a mutációt életkorát 548 plusz-minusz 222 év előtti keletkezésre azonosította. Ez megfelelt annak az időszaknak, amikor az indiai félszigetből elszármazó romák már a Balkánon vándoroltak, viszont Mária Terézia, ugye a török háborúk után letelepített több populációt, többek között őket is, és ez a letelepedés, valamint az árt kultúra és közösség fennmaradása okozhatta azt, hogy az itt letelepedett populációban egy founder mutáció hát fennmaradt, és hát ehhez a nagyon súlyos történethez vezetett. Hát újra vissza kellett ülni az iskolapadba az őssejtkutatás kapcsán, miután az őssejtkutatásban volt a reményünk, és maga Németh Krisztián is ebből írta a PhD-ját, ő még mindig fél lábbal Amerikában van, de nagyon-nagyon várom őt még mindig haza, Mayer Balázsral, és hát egy nemzetközi együttműködéssel. Apróbb, nagyobb őssejtkutatások elindultak, az oktatás elindult, egy egyetemen belüli hálózatkiépítés elindult ebben, és tulajdonképpen ugye még egy kanal a nemi betegségek mellett, ami komolyabb volt, az a melanomának az immune checkpoint inhibitorok kezelhetősége. Tehát kis kitérőt tettünk a PhD-kkal, és próbáltuk a terhes melanomáknak a sajátságait feltérképezni, illetve a terhes mutációknak a genetikai a mutációit, a szomatikus mutációit fel és genetikai mutációkat, az öröklött melanoma tumorok mutációit, és egyáltalán az epidemiológiai faktorokat feltérképezni, és ugye különösen a G-protein asszociált ösztrogén receptornak a változása mutatott nagyon érdekes vizsgálatokat. Ugye, hát Fábián Melinda vizsgálta őket melanomában, és így tudtunk kapcsolódni egy olyan proteomikai, transzkriptomikai, genomikai, big data analízis rendszerhez a Lundi Egyetemmel, ahol én remélem, hogy ez a kapcsolat megmarad nem csak melanoma területén, hanem ami korábban vizsgált és folyamatban lévő folyak képződései vizsgálatunkban is. Nagyon sok melanomának az világ egyik legnagyobb ilyen proteomikai adatbázisa jött létre praktikusan
a Semmelweis Egyetem anyagából, igaz szegedi együttműködéssel, és hát a világ legnagyobb melanoma kutató laboratóriumi együttműködéseivel, amiből úgy gondolom, hogy nagyon sok haszna lesz majd ezeknek a betegeknek és a hólyagos betegeinknek is. Tehát, hogyha valamivel össze kell foglaljam azt a pályafutást, amire lehetőséget adott a Heiny Pál és a Semmelweis Egyetem, hogy a legjobb központokban tanulhattam a legjobb emberektől, és szerencsére olyan környezetben dolgozhattam, talán az OBI bezárását eltekintve, ahol a mindennapi munkát, és mondjuk azért a tanszékvezetés az nagyon-nagyon-nagyon sok problémával járt, és nagyon sok aggodalommal, de hát olyan segítőm volt, mint a klinika egész csapata, és Temesvári professzorasszony a helyettesen az itteni munkából, meg a fiatalok, akik a PhD-kkal, tudományos kutatással és a mindennapi munkával foglalkoztak, hogy mégis ez a munka egy hobbi maradt valahol, hogy legyen egy biztos családi háttér és jó baráti környezet, ami nekem mind a kettő megadatott, amiért szintén végtelenül hálás vagyok, és megadatott az, hogy valahogy mindig rá voltam kényszerítve arra, hogy folytatni kellett a tanulást, és szerencsém volt azzal, hogy jó nemzetközi kapcsolatokat tudtam kiépíteni, másrészt olyan nagy szerencsém, hogy bőrgyógyász lettem. Ami mindig olyan kicsit titok maradt, hogy mi az, ami okozza ezeket, most egyelőre az autoimmun hólyagképződésről beszéljünk. Mi okoz autoimmun hólyagképződést? Az autoimmun hólyagképződést okozhatja a tumor. A tumor őssejtek, azok tulajdonképpen a mi egyéb őssejtjeinkből, vagy egyéb sejtjeinkből alakultak ki, és maradtak önfenntartóvá, tehát rendelkeznek saját antigénekkel, és rendelkeznek idegen antigénekkel. És miután a tumorok ellen mindig kialakul egy immunválasz, ezért az autoimmun megbetegség, a beteg megbetegedéseknek a legtöbbjében, vagy legalábbis egy jelentős részében megtaláljuk a tumort a háttérben. Ez lehet jó indulatú tumor, de tumor, ami mégiscsak nem felismert, és rossz indulatú tumor. Tehát ugye minél több antigént ismerünk föl egy autoimmun hólyagos megbetegedésben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az egy paraneopláziás folyamat. A paraneopláziás autoimmun hólyagos betegségekben, ha meg tudjuk gyógyítani, például a paraneopláziás pertibuszban nagyon gyakoriak a hematológiai megbetegedések. Ha meg tudjuk gyógyítani a hematológiai megbetegedést a háttérben, akkor előbb-utóbb remisszióba kerül maga a paraneopláziás pertibusz, amit egyébként nagyon komoly immunszupresszióval szoktunk rendszeresen kezelni. Tehát ugye ez az egyik, amit mindig ellenőrizni kell. Tudjuk azt, hogyha egy lineáris bazálmembrán elleni ellenanyag alakul ki, akkor valahol a tüdő és a bélkörnyékén, vagy a szárnyálkahártyában keresgélünk, hiszen a nyálkahártya tumorok, a nyálkahártya immunrendszere az, ami dominálóan az IgA-val dolgozik. Sokszor találkozunk IgA mediált a megbetegedésekkel is, hiszen maga a dermatitis herpetiformis, amikor két autoimmun betegséggel találkozunk. A dermatitis herpetiformis egy környezeti antigén, a glutén által indukált autoimmun cöliákia, ahol a glutén ellen kialakulnak a gliadin ellen az ellenanyagok, de ez nem autoimmunitás, hiába van a betegeknek gliadin ellenes ellenanyaga, és az károsíthatja a belet, de ez nem egy autoimmun betegség, hanem pontosan az az IgA festődés, amit mi kimutattunk a bélhám alatt, az az IgA, ami a transglutaminázokhoz kötődik. A transglutaminázokhoz azért kötődik az IgA ellenanyag, mert a gliadin, amikor felszívódik a bél hámon keresztül, akkor a transglutaminázhoz kötődik, és ez egy kovalens kötés.
tulajdonképpen a transglutaminázok, amik deamidálják. Ezért van az, hogy a deamidált gliadin a sokkal inkább, sokkal gyakrabban pozitív, például cöliákiában tovább marad pozitív, és érzékenyebb, mint maga a gliadin. Tehát ilyenkor, hogyha a cöliákiából kiiktatjuk azt a környezeti antigént, a gliadint, ami folyamatosan hozzátapadt a transglutaminázhoz, és hogyha egy adenovírus fertőzés, vagy egy enteritis, illetve a cöliákiára jellemző HLA háttér, mint hogy a pemfigusznak is van egy HLA háttere, hogyha hajlamosít arra, hogy másképp prezentálja az immunrendszer felé a gliadin, akkor előbb-utóbb felismeri az ahhoz kötődő transglutaminázt is, és már egy autoimmunitás alakult ki, tehát egy gliadin intolerancia és a transglutamináz 2 autoimmunitás, tehát a cöliákia között a különbség az a HLA-ban van, és egy szokatlan prezentációban, egy kovalens kötésben és a hozzá csatlakozó molekula fölismerésében. Dermatitis herpetiformis esetén a bélben van TG3 termelődés, és sok minden termeli a transglutamináz 3-at, ami ugye az autoantigénje a cöliákiának. De tulajdonképpen egy keresztreakció alakul ki, tehát a cöliákiában is kialakul néha egy alacsony transglutamináz 3 ellenanyag bizonyos betegekben, de soha nem lesz dermatitis herpetiformisza. A dermatitis herpetiformis a lappangó cöliákiában alakul ki, amikor van egy enyhe gluténszenzitivitás, amikor van egy enyhe cöliákia, ott van a transglutamináz 2, az keresztreagál, olyan 70%-ban homológ a transglutamináz 2-nek és a transglutamináz 3-nak a szerkezete, és előbb-utóbb megjelenik a transglutamináz 3 autoimmunitás. Ha a transglutamináz 3 találkozik a transglutamináz 3 ellenanyaggal, ez is az IgA típusú ellenanyag, a bélből indul ki, és immunkomplexet alkot, akkor jön létre a dermatitis herpetiformis, ami egy immunkomplex betegség. Ha ezekből a betegektől megvonjuk a gliadint, akkor ezeknek a betegeknek először szanálódik a gliadin ellenanyaga, szanálódik utána a transglutamináz 2 ellenanyaga, szanálódik a cöliákiája, és csak lassan fog szanálódni a transglutamináz 3 ellenanyaga. Ha most tudjuk azt, például a dermatitis herpetiformisban nagyon sok neuropátiás betegünk van. Cerebelláris ataxiát okozhat, perifériás neuropátiát, sztrókot, epilepsziát, amiopátiás laterál szklerózist, a transglutamináz 6 autoimmunitás, ami szintén nagyon gyakran cöliákiához társul, de néha látunk ilyen betegeket dermatitis herpetiformisban. Az ellenanyagok keresztreagálnak, de minden ellenanyag más típusú patológiát hoz létre, de bizonyos betegségekben ezek a különböző keringő ellenanyagok, különböző patológiás keringő ellenanyagok különböző megbetegedéseket hoznak létre. Tehát most első nekifutásra, ugye a másik, amit tud például autoimmun bulózist előállítani, hasonló szempontból bizonyos HLA predispozíció mellett, amit nem mindig tudunk, nem mindig ismerünk, amikor egy gyógyszer egy receptorhoz kötődik, és a gyógyszer fölismeri a szervezet, ellenanyagokat termel ellene, és egy idő után a receptor ellen is ellenanyagokat termel. És ilyenkor látom gyógyszerindukálta autoimmunbulózisokat, vagy egyéb autoimmunbetegségeket. Hát én lehet, hogy egy kicsit elkapkodtam itt ott a hólyagokat, de ez volt azért rövid mondani való most, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Nagyon szépen köszönjük a professzor asszonynak ezt az előadást. Nem hiszem, hogy sokan megfogadják, hogy bőrgyógyászok legyenek, mert általában a hallgatóság 65 éven felüli, vannak persze közöttünk fiatalabbak, de jócskán e fölött vagyunk, nagy százalékban.
Hát én azért azt gondolom, hogy a nagyját tudtuk követni, és láttuk, hogy a modern bőrgyógyászat tulajdonképpen a legkorszerűbb irányzatokkal beleértve az adatbányászatot is tényleg széles körbe le van horgonyozva a biológiai tudományokhoz, orvostudományhoz, és hát büszkék vagyunk arra, hogy professzor asszony és a klinikája ilyen szinten műveli a bőrgyógyászatot nem csak nem csak Budapesten, hanem az országban is, az országnak is hírnevet szerezve. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm az előadást. Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm itt Horváth Attila professzor urat. Ő is itt van közöttük? Igen, igen, itt látom, most fönt vannak ezek a kis jelenségek. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy ezt a kedves meghívást mindenképpen. Nekem és nekünk volt megtisztelő. Köszönjük szépen. Akkor ezzel ezt az estét lezárom, jövő héten találkozom.